Köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót a Hitcast műsorában. Én Bíró Hanna vagyok, és ez itt a Ti kérdeztétek. Mai adásunkban nagyon érdekes kérdésekre fog válaszolni meghívott vendégem, Fodor Sándor, a Marosvásárhelyi Hídgyülekezet lelkésze. Köszöntelek, Sándor! Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is. Szó lesz ma a félelemről, hitéletről és egy kis gyereknevelésről is. Egy nagyon aktuális témával kezdeném, ami nem más, mint a félelem. Tehát észrevettem, hogy ha világi, ha keresztény, egy dologban egyezünk, hogy valami furcsa van a világban. És ezért is egy hallgatónk azt kérdezi, hogy hogyan törjünk ki a félelem csapdájából a mai világban, várhatok-e jót a jövőtől? Erre szoktam mondani, hogy az igazat mondjam, vagy a szépet. Én mind a kettőt. Szeretnénk szépet mondani, de mi tudjuk az igéből, hogy az utolsó idők nehéz idők, mondja Pál apostol, és a Szentlélek még több helyen is a Szentírásban tesz erről említést. Az világ vajudik, és aminek vagy a tanúi vagyunk, ezek a vajudási fájdalmak. Ez a korszak le fog zárulni, és egy csodálatos új korszak fog kezdődni, de a korszakváltás pont olyan, mint az asszonynak a vajudása, fájdalmas. És bizonyos emberek számára nagyszerű korszak következik, bizonyos emberek számára ítélet következik. A világ számára ítélet, az Isten népe számára pedig hitünk szerint egy csodálatos korszak. De a kérdés fizikai oldalból is látható, krízis hátán, még nincs lefutva egy krízis, már beszélnek a következő krízisekről, gazdasági, mindenféle. Nem kis veszély ugye a háború árnyékában sem élni, ez is egy valós veszély. És hát nyilván, hogy ez jogos ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy legyen egy jó biztosításunk. A Biblia mindig megoldást is ad, tehát soha nem úgy jön az ítélet, hogy váratlanul nyakon csapja az embert az ítélet. Noé idejében is ott volt Noé, hát egy nagyon sok éven át építette a bárkát. Maradjunk abban, van, aki azt mondja 60 év, van, aki 120 évet mond. Az biztos, hogy nagyon komoly nagy munkát épített. Az egy bizonyság. Ma ez a bizonyság, ez a bárka igazából az Izrael és az egyház. Mindenki szembesül vele, hogy az Izrael kapcsolatos proféciák hajszálpontossággal teljesednek be, lépésről lépésre. Még ez a gázai háború is le van írva a profétáknál pontosan. Még az is, hogy Gáza szét lesz robbantva, eltűnik Gáza, mi város, tehát szét lesz rombolva. Hihetetlen pontos a profécia. Elsősorban Izrael van élete és sorsa van lerögzítve a proféciákban, és az egyház sorsa. A világ sorsa arra csak annyit tudunk, hogy ítélet vár rá, és körülbelül milyen ítéletek. És igazából az ember, ez a korszak is, mint minden más korszak vége, választás elé helyezi az embert. Nyertesen vagy vesztesen akarok kijönni ebből a helyzetből. Ha ahhoz, hogy nyertesen jöjjek ki, annak vannak feltételei. Izrael Isten oltalmát és védelmét élvezte, a csapások közepette is. Izrael jól jött ki ebből a konfliktusból. Noé jól jött ki ebből a drámából. Lót kijött Sodomából, tehát Lót nem veszett el. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a proféciák és ezek a előképek számunkra is reményt adnak, hogy Isten az ő népét ki fogja ragadni a vihar közepette, és nem fog bennünket érni az a rettenetes horror, ami a világra vár. Mert látjuk, hogy morálisan, gazdaságilag, politikailag, minden szempontból züllik a világ. Tehát megy lefele, és mivel, hogy a bűn, zsoldja, a halál, egy nagyon nagy degradáció történt az embereknek a lelkében. Tehát olyan gonoszságok, amik régebb szinte, legalábbis én gyerekkoromban nem hallottam ilyeneket.
ami most szinte hetente, havonta, akár a pedofiliára gondolunk, akár más jellegű borzadályokra. Ez a típusú kegyetlenség, ez elárulja az embereknek az érzelmi, lelki, pszichikai degradációját. És ettől erre válasz Istennek az ítélete. Tehát a megoldás az, hogy Istenhez meneküljünk, Isten viszont ígéretet tett arra, hogy megvédi az övéit, ad nekünk a nyomorúságok közepette, és Jézus mondja, hogy te ti bízzatok, én meggyőztem a világot, de én ti veletek vagyok. Tehát nekünk nem félelemben kell élni, hanem józanságban, hogy bizony, nagyon fegyelmetes korszakban élünk, felelősségteljes korszak, nem könnyű korszak, de pont ezért kell odafigyeljünk a döntéseinkre, és mindent tegyünk meg, hogy az Isten természet feletti oltalmát élvezzük. Igazából minden esetben azt látjuk, Noé is, Izrael is, Lót is Isten természet feletti oltalmátnak köszönhetően úszta meg a dolgokat. És mit gondolsz, hogy megéri-e belevágni mondjuk egy ilyen 5 éves célokba, vagy 5 évre előre tervezni az életünket, vagy fokozatosan, hogy is mondjam ezt, évenként? Szerintem lehet hosszabbra is tervezni. Az én reménységem szerint az Úr visszajövetele valóban 10 éven belül esedékes. Tehát ha bizonyos számításokat veszünk a Szentírásba, de Jézus maga azt mondja, hogy ne ezzel foglalkozzunk. Tehát azért én nem tartom jónak azt, hogyha az ember nem tervez. De igen, szerintem nagy legyenek hosszú távú terveink, középtávú és rövid távú terveink, pont úgy, ha mint a 150 évet élnénk a Földön. Ha mégis el kell menni, akkor tudjunk egy dolgot, hogy legalább ami tőlünk telt, addig, és amíg éltünk, addig vagányul értünk. Igen. Tehát a házépítés, a családtervezés, a család, a karrierépítés, az egy szép dolog, az nem egy rossz dolog, az nem, és nem szabad apátiában süllyedni, hanem inkább konstruktívan. Van erre is egy íge, amikor elhurcolják Izrael népét Babilonban, megosztik a zsidóság vezetősége. Egyrészt azt mondja, hogy hát figyeljetek, de itt semmit nem érdemes csinálni, el vagyunk hurcolva, próbáljuk meg valahogy túlélni. Erre megjelenik az Isten szolgája, és azt mondja, hogy nősüljenek meg, építsenek családot, építsék a várost, dolgozzanak a város jóléte, mert az az ő jólétük. Nem úgy, hogy hát még van itten 10 év, és akkor megyünk vissza, és akkor milyen jó, hogy itt. Hanem úgy kell csinálni, mintha örökké ott lennél. És nagyon nagy öröm lesz, hiszem Isten népének az elragadtatás pillanata. De ugye, van egy ilyen ige is, hogy az Isten a ige így pontosít, hogy boldog az a szolga, akit az Úr a munkába talál, jó munkába talál. Tehát nekünk nem szabad egy ilyen apátiába beesni, szomorúságba, hogy most akkor már nem is érdemes. Ez minden korosztályt is meglegyint, engem is fiatalon, mi emlékszem, arról beszéltünk, egyáltalán érdemes megnősülni, az szerintem érdemes volt. De tehát van ennek a fiatalkornak is van egy ilyen velejárója szerintem, egy kicsit hajlamosabb ezt fellagyítani. Nem most lett nehéz az élet. Az a 20. század is egy horror volt. Miről beszélünk? Az első világháború. Kardokkal ölték meg egymást. Második világháború. A holokauszt. Itt van olyan utca részünk, ahol a város élő emberét bombázták le, a Dózsa-György utcát, ahol vagyunk feljebb. Pár kilométerrel feljebb. Van olyan hely itt, nem messze Vakosfalvától, ahol a háborúban a nyárat piros volt a katonák vérétől. Tehát nem kell azt képzelni, hogy most mi, hogy soha életben ilyen nehéz nem volt, mint nekünk. Lehet, de azért lehet, hogyha most a dédapánk itt megjelenne, azt mondaná, te királyok vagytok, vagy valami más bolygó jöttetek, vagy ti hogy így éltek, mi? Tehát azért nem korrekt, és nem szabad engedni, és nem szabad csak a rosszat látni,
hanem fontos, hogy kiegyensúlyozottak legyünk ebbe a tekintetbe is. Egy másik nézőnk azt kérdezi, hogy veled fordult elő olyan, hogy kételkedtél, vagy válságot éltél át a hit életedben. Hogyan jöttél ki az ilyen helyzetekből? A válságot én ezt úgy, a Biblia úgy is nevezi, hogy megtántorodik. Talán ez a legjobb kép arra, hogy fizikálisan mindenkivel előfordult, hogy megtántorodik. Hit életben, amikor az ember meglankad, ugyanez. Ki az, aki elmutatja magára, sose nem tántorodott meg. Szerintem mindenkivel ez előfordul, ugyanúgy szellemileg is, vagy pszichikailag is, hitéletben is meg lehet tántorodni. Azt mondja a Biblia, hogy meglankadnak a legkülönbek is. Tehát szerintem képmutatás és nem a valós megállapítás az, ha valaki magát úgy gondolja, hogy soha nem tántorodik meg. Mindannyian szerintem hajlamosak vagyunk arra. Inkább arra kell ilyenkor figyelni, hogy mi okozza ezt, és miért vagyunk olyan állapotban. Ugye fizikálisan, ha valaki meglök, megtántorodunk. Ha egy gödörbe lépünk félig meddig, vagy egyik lábunk benne van, megtántorodhatunk. Ha hirtelen csúszós helyre kerülünk, megtántorodhatunk. Pontosan így van ez a szellemi és a hitéletben is. Ha rossz befolyás ér bennünket, megtántorodunk. Ha nem táplálkozunk az Istennek az igével, legyengülünk, megtántorodunk. Szinte bármit nincsen olyan befolyás, ami ne hatna ránk. Ezért érdemes minden befolyást előtte lecsekkolni, hogy rendben legyünk, jól legyünk, és mikor mindennel rendben vagyunk, akkor nem. És ezek a megtántorodó pillanatok, ha szabad így nevezni, ezt ki lehet használni jól is. Mert lehet, hogy olyan kapcsolat van az életünkben, aki lefele húz. Vagy olyan terhet cipelek, amit nem kéne. Isten ahhoz adott erőt mindenkinek, hogy a saját életét tudja jól élni. Nem ahhoz, hogy olyan terheket is vigyek, ami nem az enyém. Most a Facebook, meg az internet lehetőséget ad arra, hogy mindenki a félvilág terhét beszélje, ossza, adja egyik a másiknak, de nagyon sok ember erre nincsen pszichésen se felkészülve, és nincs meg a képessége se, hogy ezeket hordozza. És ha olyan terheket hordok, ami nem az enyém, az is megtántorodhat. Például, ha valakivel nincs rendezett kapcsolatom, szintén megtántorodik az ember, mert olyan, az is egy nagyon nagy teher. Tehát inkább azt mondanám, hogy ha valaki ilyen állapotba kerül, akkor nagyon gyorsan érdemes, hogy csekkolja át az életét. Mi okozhatja ezt? Mit csinálok rosszul? Valamit? Vagy mit nem csinálok, amit kellene csinálni? Nem feltétlenül olyan nagy dráma, de az ige arra tanít, hogy de az bizalmunkat erősítse meg az Istenben. Mert mi, az erő honnan jön? Az Istenbe vetett bizalomból. Mi hitnek fordítjuk, meg inkább ezt gyakoroljuk, de az eredetiben a bizalomról. Az Istenbe vetett bizalmamból megerősödök. Egy gyerek milyen büszke, mikor az apja erős, és mennyire fáj, ha az apuka nem erős. És ő nem az, igyekszik egy kisgyerek, hogy ő legyen nagyon erős, ő neki teljesen elég, hogy az ő apukája az, és az óvodában el tudja mondani, hogy az ő a legerősebb, és ez nem kérdés. És mi is valahogy így kell, az Istennel levő kapcsolatunk, az Istennel kialakított bizalmunk, tesz bennünket képessé arra, hogy a mindennapi dolgokban a terhet jól vigyük, és megerősödnek a lábaink, és tudunk állni előre. A teherhordozással kapcsolatban mit üzensz azoknak az embereknek, akik folyamatosan saját magukat sanyargatják, hogy mi lett volna, hogyha így csinálom, hogyha akkor így döntök, vagy hogyha, és mindig a múltukba élnek, és egyszerűen nem képesek felfogni azt, hogy az már megtörtént, és azon már nem tudsz változtatni. És ezeknek az embereknek mit üzensz, hogy menjenek át az ilyen vívódásokon? De mindenkit megcsap ez a szél is. Mert azért különösen, amikor nagyobb vesztesség éri az embert, vagy egy nagyobb kár történik a döntésének a nyomán, átgondolja az ember, hogy hú, te azért jó lett, milyen máshol lennénk, ha ezt a rossz döntést nem hoztuk volna meg. Azonban ez egy zsákutca.
Erről gondolkodni és ezzel foglalkozni, ez szerintem nagyobb kár, mint hogyha elmennénk a tengerpart és számolnánk a homokszemüket. Semmi haszna nincs, csak az, hogy magunkat őrüljük, kimerítjük és elrontjuk. Azért csodálatos korszakban élünk, hogy lehet Istenhez jönni, őszintén el lehet mondani, mit rontottunk el, amit nagyon bánunk, és kérni az Istennek a kegyelmét, hogy amit lehet, javítson ki még belőle, de semmiképpen nem szabad időt pocsékolni azzal, hogy a múltnak a hibáin nyavajogjunk. Mert elveszítjük a jövőt is vele. Tehát nekünk van most jelenünk, de hogy milyen jövőnk van, ez attól függ, nagyon attól függ, hogy mivel foglalkozunk. Na most, hogyha a múlttal foglalkozunk, akkor a múltunk vetítése lesz a jövőnk, és újra fogunk hibázni. A másik, amit talán itt érdemes ebbe a kérdésbe még egy kicsit belemennék, hogy engedjük meg magunknak azt is, hogy hibázunk. Nem biztos az, hogy nem, én úgy gondolom, nem azok a nagyon nagy sikerű emberek, akik sose hibáznak, hanem azok, akik tanulni tudnak a hibáiból. Azok, akik már javukra fordítják, profitot fordítanak ki. Nagyot lehet tanulni a hibákból. A karakterünkben nagyon mély nyomot hagynak. Én magam is szoktam évenként átgondolni az éveimet. Mikor 10 éve lejárt, akkor a 10 éveket is átgondolom. Rendszeresen úgy szoktam elmélkedni, hogy mi az, amit tanulni kell, de csak kimondottan ebből a meggondolásból érdemes, hogy ne kövessük el a múlt hibáit, de azon évelődni és tépelődni, hogy hogyan, micsoda nagy kár. Igen, vannak az ember sorsában vonatok. És hogyha az ember akkor nem száll fel, amikor ott van, az elmegy, és az a vonat soha nem jön vissza. Ezzel lehet sírni, lehet nevetni, elment. Akkor jobb, hogyha a következő legjobb lehetőségen tanulunk, és felismerjük, és kijavítjuk a hibánkat, és jobb emberré válunk. Az az igazság, hogy valamiért az Isten a nagy embereit, ha végignézzük a Bibliában, kevés kivétellel mindegyiknek nagyon nagy hibái is vannak. Nagyon nagy. És be is lehetne, hogyha ők abba beleragadtak volna, soha nem lettek volna Isten nagy emberé. Se Mózes, se Dávid, és még sorolhatnánk tovább. De az Isten, hogy ott van Jákob, hát ugye rontott az életét, hogy mondhatnánk, hogy hú, hát ebből még valami lesz. És a végén úgy fejezi be a Biblia, hogy én vagyok az Ábrahám, Izsák és a Jákob Isten. Azért, amikor az Isten valakinek felveszi a nevét, szerintem maradjunk annyiba, az nem semmi. És de miért? Mert amikor az angyallal birkozott, ő ezt mind lerendezte. Ezt kísírta, ezt megtért, megbánta. Istennel lerendezte, biztos vagyok, hogy Ézsóval is lerendezte, tudjuk. Biztos, hogy az apjával is. Nem az a nagy hős, aki nem hibázik, az a hős, aki ebből tanul, és túlmegy rajta boldogan, és azt mondja, más ember leszek, és jobb. Így van. Hogyan alkalmazod a hitedet a mindennapi élet különböző területein, mint például a munka, a család, vagy a barátságok? Hát én azt gondolom, hogy a mindennapi életben elsősorban a hitünknek a gyümölcsére van szükség. A családtagjaink annyira nem a prédikátor urat szeretnék otthon, hanem hogy lenne normális apjuk, normális férj, normális nagytata, aki tud viccelődni, hülyeskedni, komoly lenni, poénkodni. Tehát én azt gondolom, hogy és a kapcsolatokban szintén. Tehát én sokszor kiparódiázom inkább azokat az embereket, vagy azt a stílus, hogy ugye most így csináljuk, hogy úgy csináljuk. A hitéletben szerintem tök normálisnak kell lenni. Az az ember, aki nem normális, az torz ember. A hit az nem szabadna eltorzítson bennünket. De azt jelenti, hogy mostan én természetesen, hogy én egy nagyon szigorú életprogramot élek. De ezt azért is megengedhetem, mert én most már a harmadik kategóriába tartozom,
a gyermekeink felnőttek, lassan az unokáink is felnőnek. A feleségem tudja, hogy szigorú programunk van, én többnyire készülődök, imádkozok, és akkor, amikor meg nem, akkor meg vele töltöm az időt, vagy legalábbis igyekszem, amennyit csak tudunk. De azt gondolom, hogy ahogy Jézus nagyon normális volt, tök normális volt, annyira normális volt, hogy a farizeusok kivert a biztosítékot. Szerintem ez a helyes, és ez a követendő út, hogy tudjunk szót érteni a szomszédainkkal, az utcaemberével, a gyermekekkel. Ha úgy adódik, akkor focizunk, ha nem, akkor kártyázunk. Most tanultam még nemrég kártyázni a gyermekeimmel. Nagyon élveztem, még megvernek, igaz, nem ismerem a trükköket annyira, de élvezték, kimondott élmény volt. Tehát azt gondolom, hogy a kereszténység nem valami szuper szellemi lebegést jelent, hogy mi mindig imádkozunk, mindig kicsit hunyorított szemmel valami elvont világba élünk. Nem. Az ima az ima, az igeolvasás az igeolvasás, de amikor együtt vagyunk az ebédnél, vagy a társaságban, akkor fontos, hogy tök normálisan viselkedjünk. Jézus 30 éven át azon dolgozott, hogy bebizonyítsa mindenkinek, hogy ő ember, és hogy ő normális ember. Felismerték benne, hogy nagyon bölcs, és a gyümölcseivel Jézus is magára hívta a figyelmet, hogy fú, te micsoda erővel beszél, ez valahogy más ember. De nem azt mondta, hogy hát ne haragudjatok, én nem gyalulhatok, hát mégiscsak Isten fia vagyok, nem képzeljétek, hogy most egy ilyen közönséges munkát végezni, hogy egy széket faragjak nektek. Teljesen odaállt és csinálta. Tehát úgy gondolom, hogy a munkahelyünkön is nagyon jó, meg kell álljuk a helyünket, teljesen a helyünk, teljesen normálisan. A családba szintén, és a kapcsolatrendszerben is ugyanúgy kell megtaláljuk. A Jézusnak például voltak farizeus barátjai. Vagy Pálnak is voltak a főpapok közül is barátai. Tehát azt gondolom, hogy nagy baj, hogyha valaki elvonul egy imaszobába, és akkor ott akarja megélni. Ezt középkorban végig csinálták mások, ez nem működik. Nekünk fontos, hogy mint só, nagyon normálisan, vagányol, tisztán, de a társadalomban benne legyünk minden területen, amennyire csak lehet. Ehhez kapcsolódik egy másik kérdés, amely szerint viszonylag keveset hallunk a teljes idejű szolgálatba állás gyakorlati oldaláról. Nálad ez mikor és hogyan történt? Mesélnél a szolgálatod kezdeti szakaszáról, és itt még tett kérdéseket, de azt majd több kérdést tett. Nem baj, megvegyük akkor sorban. Én most én csak magamról tudok elsősorban beszélni, nem általánosítanám, mert én ebben is látok némi különbségeket. Lehet olyan, hogy valaki fiatalon például munkába álljon, elvégez egy képzést, és utána akár teljes idő szolgálatban is sikeres legyen egész életében. Én nem így csináltam, én nem készültem teljes idő szolgálónak. Én nagyon szerettem, amit csináltam. Nagyon sok mindennel foglalkoztam én amúgy. Több szakám van, több mint 10 fizikai szakmám van, vagy képesítésem van. Mindegyiket élveztem, vagy élvezem. Tehát szeretek fizikai dolgok, engem most is kikapcsolnak, ha tehetem, szívesen megteszem. És így dolgoztam. Aztán vállalkoztunk valamikor 92-ben, ha jól emlékszem, egy céget alapítottunk, és társvállalkozó voltam. Lényegében mai napig is az vagyok. Körülbelül 2000-es évekig, amikor a gyülekezetnek a létszáma már azért nagyocska kezdett lenni, tehát abból a kis gyülekezet szintől kinőtt egy, mondjuk, hogy egy nagyobbacska, vagy egy középszerű gyülekezet szintől 250-ön, talán már akkor elhagytuk a 250 főt, akkor a Németh Sándor kérdezett rá, hogy gondoljam át, nem lenne jobb, hogy teljes idejű szolgálóként szolgáljak, és minden időmet fordítsam a gyülekezet növekedésre. És ezután döntöttem úgy, hogy teljesen visszalépek
az üzletből, és nem vállalkozok így aktívan. Most csak passzív vállalkozó vagyok, tehát benne vagyok, követem, és így imádkozom, hogy menjen jól a vállalkozás, de én nem dolgozok már benne semmit. Nálam ez így alakult ki, hogy először vállalkoztam, aztán csináltunk egy kis csoportot. Ez egy 12 fős házi csoportra kell gondolni. Fiatalok voltunk, gitároztunk, gyönyörködtünk, élveztük, hogy élhetünk. Olvastunk a Bibliából, vagány volt. Egy ekkoraszerű szobában lehetett, kezdődött az egész, mint ez a kis stúdió. És jött egy ember, jött még egy ember, még egy barát, és akkor így kezdett nőni, és akkor egy idő után felfigyeltek mások is ránk, hogy te működik ez nekünk, és akkor ilyen módon lett. De egy teljesen természetes növekedés, ott nem volt semmilyen külső. Ráhatás. Hát olyan behatás, olyan nem volt, hogy most jön valaki, aki most pumpálja. Olyan volt, akik engem bátorítottak, hogy lássak nagyobbat. Megmondom őszintén, én nem az a típusú álmodozó vagyok, aki úgy, hogy én látom a nagy gyülekezetet. Hát annyira nem. Én csináltam, és végeztem a dolgomat. Hogyha Isten ad növekedést, jó, nem, biztos majd csinálj más. Nem. És mit gondolsz az álmodozásról? Tehát, hogy olyan téren, hogyha valaki mer álmodni, és annyiszor gondol rá, hogy úgymond megtörténik, ilyen ebbe te hiszel, hogy annyira álmodozik, és annyira el szeretne valamit érni, hogy a végén még, vagy hogy Még eléri össze azt a is jöhet. célját. Igen. Szerintem van, akinek ez működhet. Van erre egy bibliai példa. Ilyen volt József, egy nagy álmodozó volt, neki be is jött. Én nem lettem volna korrekt, hogyha ezt átvettem volna. Sokan, amikor meglátogatták a kis csin csoportunkat 90-es évek legelején, egy 91-92-ben mondták, hogy hú, ebből nagy gyülekezet. Én nem láttam ebben semmi nagy gyülekezetet. Mondjuk nyilván az is benne volt, hogy én egy kommunista korszakban nőttem fel, ott nem bátorított senki arra, meg, hogy nagyokat álmodjunk, meg azt láttam, hogy aki nagyokat álmodtak, általában börtönbe fejezték be. Tehát az nem olyan kockázatmentes ez az álmodozás, ahogy József életében sem volt kockázatmentes. Ezért így nem volt bennem ez a vágy. Az édesapám, ő egy nagyon aktív szolgáló volt, és azért láttam, hogy azért rendesen megkínozták sokszor, és hogy azt így úgy őszbe a pakkot nem kívántam. Lehet, hogy ez is szerepet játszott benne. Most azért annyiban tartom normálisnak, hogy az ember ne higgyen többet magára, mint aki. Vannak emberek, akik nagyon nagy ajándékkal bírnak, és olyan nagyon karizmatikusak. Én szinte nem ezek közül való vagyok. Én inkább a természetesség oldalán mentem. Az Isten hűsége és a kegyelme az, hogy ami van ma itt a környezetünkben felnőve, amire én is egy láncszem vagyok, de nyilván nagyon sokan mások. De azt gondolom, hogy fontos azért a korrektség is. Mert nagyon sokszor ilyen karizmatikus hülyeség is van, hogy látja egyik a másikban nagy profétát, nagy apostolt, nagy mindent, aztán igazából most hallottam egy jó viccet, el is mondom. Valaki jött a pásztorhoz, és mondja, hogy álmodtam az éjjel három szót. AK és P. És kérde a pásztortól, hogy mi ez? Hát az, hogy el kell menjek prédikálni. Hát a pásztor meghajol a nagy kijelentés előtt, oda teszi a pulpitushoz, katasztrofális sikerül. Erre azt mondja neki a pásztor, szerintem másképp kellene lefordítani ezt más a magyarázat ezenek a szavaknak. Hát mi? El kell menni paszújt szedni. Jó. Tehát azért nagyon megalázza az ember az álmodozás és az élet folyamunk nagyon eltér egymástól. Kell a valós optimizmus, kell a barátok támogatása, de azért az se jó, hogyha az ember csak ebből él, hogy majd aztán nagy leszek, aztán majd valaki leszek, hanem szerintem mindig azokat a lehetőségeket, amiket Isten kinyit,
azt komolyan kell venni, azt, ami tőlünk telik, azt tegyük meg, Isten hűséges. Aztán, ha akar, nagyobbra tesz, emel, mert aki kevesen hű, az többre bizatik. Tehát én nálam ez jött össze. Én egy házi csoportot vezettem sok-sok éven át, aztán megindult a hídgyülekezete, ott is egy csoportot vezettünk, és abból lett egy gyülekezet. Tehát úgy gondolom, hogy nálam így működött. De el tudom fogadni azt is, hogy valakinek más útot kell bejárni, és az is nagyon jó lehet. Van-e olyan tapasztalatod, ami tanulság lehet nekünk fiataloknak, de úgy, mint a szolgálat terén? Igen, egy dolgot mindenkinek javasolnék, hogy maximálisan vesse bele magát az Isten munkájába. Én azt láttam, hogy ezt az Isten nagyon díjazta, semmilyen hátsó gondolatom. Én nem gondoltam azt, hogy én pásztor leszek például. Én nem azért csináltam, hogy én majd aztán egyszer talán pásztor leszek. Vagy... Nem. Bennem egy dolog volt. Hogy tudnék a legtöbb embert Istenhez segíteni? Hogy tudnék segíteni az embereknek, hogy ebből a drámai, ugye ez kommunista időben volt. Még a kilátások a mainál is 10-szer rosszabbak voltak. Mi nem gondoltuk azt, hogy mi túléljük a kommunizmust. Mint ahogy látjuk, hogy Észak-Koreában is most jelenleg kilátástalan a helyzet. Nem lehet tudni, hogy még 100 évig fog ezt tartani, vagy 5-10 évig, vagy 5 napig. Tehát mi is így voltunk. És akkor is már rájöttem arra, hogy a legjobb vigasz, a legnagyobb, amit tehetünk egy embernek, hogy az evangéliumot elmondjuk neki. És azt tapasztaltam, hogy ezt Isten nagyon díjazta. És az egész életemben nagyon sok esetben láttam, hogy Isten kivételezett velem. És olyan módon segített meg, és olyan dolgokban segített meg, amivel se képességem, se ismeretségem, se tudásom nem volt, hanem csak az ő kegyelme. És én azt gondolom, hogy ez azért, mert az Isten jó, de azt mondja az ige, hogy megjutalmazza az Úr azokat, akik őt keresik. Az Isten is tud honorálni. És én ezt találom mindenkinek, hogy az ilyen fogyasztói kereszténység állapotából térjen át egy hasznos keresztényre. Miben tudnék segíteni? Ha valaki szomorú a gyülekezetben, akkor oda megyek. De látom, mint a szomorkás, hogy valami baj van, miben segíthetek? Ha látom, valakinek nincs cipője, szóval lehúzom a cipőmet, odaadom neki. Hozom egy kis zoknival. Nekem ez nem probléma. Ruhámmal kell, levetem a kabátomat, odaadom neki. Olyan jó úgy élni, hogy te valakit mindig azon gondolkozz, hogy tudnék segíteni. Nyilván most nem beszélek az én tapasztalatomról, mert nem méltó, hogy én arról beszéljek, hogy én mit tettem. De az egész életem erről szólt. És van, aki csak mindig a gyümölcsöt látja, hogy én mit aratok. Szeretném elmondani, ezeknek mindegyiknek van vetése. Nincs aratás vetés nélkül. Ha mi belefektetjük az életünket az Isten népébe, bármilyen gyülekezetben vagy, bárhol vagy, azt szoktam mondani, menj el a pásztorhoz. Mondok, pásztor, itt van egy ember. Takarítástól, vécepucolástól, bármit elvállal, itt vagyok, használjon. Szerintem megtelik a szemek könnyen, és azt mondja, hogy mióta imádkozok ilyen emberért. Mert ha elkezdünk szolgálni, Isten is elkezd szolgálni. Olyan, Isten nem marad adós. És én azt gondolom, hogy ez a divat, ami most van, ez a fogyasztói élet, hogy élvezzük, hogy örüljünk, pont fordítottját. Soha nem volt termeléki, soha nem volt ennyi depressziós fiatal, mint ma. Pedig alapjáraton autóval vitték iskolába, mindent megvettek, hogy jól táplált legyen, szép ruhá legyen, stb. Miért? Mert egy dolog maradt ki, a szolgálat. Óriási dolog úgy élni, hogy szolgálok. A környezetem felé, az iskolatársam felé, a kollégáim felé, önzetlenül. Ne legyen benne semmi hátsó gondolat. Csak azért tegyünk jót, mert Isten emberei vagyok. Én azt sem szoktam nagyon elárulni, hogy keresztény vagyok. Először csak ott teszek. Aztán, hogyha úgy adódik a téma, akkor természetesen rátérek. Tehát én ezt tanácsolom mindenkinek, ha tényleg egy jó életet akarsz élni, egy vagányat, akkor ezt az Isten munkában kell kezdeni. És lesz Istennek gondja arra, hogy akkor nem lesz unalmas az életed, az biztos is. És csodálatos. Tehát olyan
olyan természetfeletti csodákat tudnék mesélni, anyagit, de más területen is, ami egyértelmű az Istennek a beavatkozása volt. És tudom, hogy se nem érdemeltem meg, se nem vagyok rendkívüli ebből a szempontból, hanem azért, mert Isten egy rendkívüli Isten, egy hűséges Isten. A fiatalkorú adakozásról mi a véleménye? Tehát, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a szüleink adják azt a pénzt, és azt tesszük bele a kosárba, de mégis szívünkből adjuk, de tudjuk jó, hogy ez nem a mi keresetünk. Ezt hogy lehetne úgy a gyerekben letisztázni, hogy ez a te pénzed, és ezt te adod az Úrnak? Vagy... Az, hogy most ki kereste meg azt a pénzt, annak nincs jelentősége. Az a kérdés, hogy ki birtokolja abban a pillanatban azt a pénzt, amennyiben, ha ajándékba kaptam, ha megdolgoztam érte, annak nincs jelentősége. Az a lényeg, hogy az enyém. Uh-huh. Ha én a szüleimtől kaptam, ha akarsz többet kapni, akkor adakozzál többet, és azt fogod tapasztalni, Isten vagy a szüleiden keresztül, vagy más módon meg fog jutalmazni, mert azt mondja az ige, hogy magot áld a magvetőnek, és megjutalmazza a mi adakozásunkat. Tehát úgy gondolom, hogy már ez fiatalkorban érdemes elkezdeni, én is így csináltam gyerekkorom óta. A mai világban a gyereknevelése könnyű feladat, és jött egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ebben az elfajult korszakban hogyan lehet a fiú gyerekek férfi identitását, a kislányokban pedig a női identitásukat erősíteni? Hát a baráti kör az első. A megszólítás is nagyon fontos. Nem akárhogy kell megszólítani a gyereket. Ezért ugye nem érdemes például egy lányt fiúzni, gyága fiam. Ezt nekem is kellett korrigálnom, mert nekem is lányaim voltak, most már ugye az unokáink fiúk, fiúk is, de az ösztönből, amit mondunk, abban van egy teremtő erő, van egy hatás. A megszólítás már nem, mert például a fiúknál nagyon nagy baj, hogyha nagyon kicsinyítik a fiút állandóan. A kicsinyítő képzővel, Józsikám, Palikám, Lacikám, nem, inkább emeljük fel, és ezzel az önérzetet egészítsük ki, hogy László, Árpád, Károly, uh-huh. Adjuk meg a tiszteletet, abba is van egy teremtő erő. Figyeltem, ezt sajnos ezt tapasztalatban láttam, hogy ebben a házasságokban, ahol úgy becézik egymást, hogy a férfit kicsinyítő képzővel életik, egy idő után frusztráltá lesz a férfi, és hisztérikus megnyilvánulásai lesznek, akár még ennél sokkal súlyosabbak is, és az egész ide vezethető vissza, hogy ő nem merte soha megmondani, hogy engem ne szólítsatok ennek, mert én nem ez vagyok, nem is akarom, nem is szeretem, nekem én ez vagyok, és ez az egyik. Az öltözet a másik, az is egy fontos, nem véletlenül a Biblia határozottan tanít bennünket, hogy a férfi és a női öltözeteket ne cserebeléljük. Szerintem úgy a színvilágban, mint a fazonvilágban megvannak a tipikus olyan öltözetek, ami kedvező formában, vonzó formában állítja be különböző nemeket. Na most, amikor egy sörhassal valaki bikinit vesz fel, és magasarkú cipőt. Szóval én láttam ilyent, de szerintem ez önmagáért beszél. Nem bántani akarok senkit, de nagyon mély gyökerek vannak itt elállítódva. Tehát úgy gondolom, hogy ma erre oda kell figyelni, mert a világ azt állítja trendinek, mint hogy ennek nem, hogy most az a trendi. Igen, ez Szodomában is ez volt a trendi, csak utána jött a tűz, és jön a csapás. Nagyon sok sorsot látunk beletörve, tehát az Isten, ez az ítélet jön. Csak van egy nagy baj. Az emberek nem akarnak tanulni más hibájából. Hát ebben csak a sajátjából. Tehát úgy gondolom, hogy a baráti kör, a nevelés, az öltözet, de például a sport is nagyon jó. Tehát minél több például, hogy egy női is, vannak kimondottan női sportok, mint a volé, meg bizonyos, az... Most érted, például egy lány, tudom, hogy van női foci, vagy van női box,
De azért előbb-utóbb, ha sokat püfölik egymást, nyilván, hogy más hormonokat fog termelni. Mert ugye a nő és a férfi mitől váltunk ezzé? Hát ez egy érdekes dolog, de alapjáraton ez hormonális. Bizonyos hormonok dolgoztak és dolgoznak. És azért már felelős vagyok, hogy milyen hormonokat termeltetek magamba, nőies vagy férfias. Az erős, nehéz helyzetek férfiasítják az embert, még a nőket is. Sajnos a háborúban is ezt látjuk, hogy amikor az apa meghal, vagy elesik a hadsereg a háborúba, akkor az anyának, apának, nagytatának, anyának, mindennek kell lenni. Szóval azért nem annak nőies nők. De hogy legyen szegény, olyan az élethelyzete. De amikor lehetőségünk van, akkor tegyünk meg minden. A Biblia is elossza a családban is a feladatokat. Vannak házias munkák, amire a nőknek van ajándéka. Hát csak egy példát. Ha nekem kellene kitalálni, hogy minden nap mit kell főzni, hát nekem ez egy borzasztó horror volna. Én nagyon csodálom, hogy tudja ezt valaki kitalálni? És ennek nincs vége 100 évig? Hát nekem egy hétig kéne kitalálni, vagy egy hónapig, hát azt felírnám, kérném a programok, valahogy segítsenek, mit tudnék. De egy hölgynek, akit az Isten erre teremtett, ez így jön. Ez így jön. De ugyanúgy fordítva, a mindennyiunknak arra vannak adottságok, és azokat az adottságokat kell erősíteni. Hogyan lehet a gyerekeink szexuális felvilágosítását úgy megtenni nekünk szülőknek, hogy az egyrészt ne legyen kínosan tabus egy alkalmas előadás, hanem egy pozitív, őszinte beszélgetési folyamat, ami nagyon jó képet eredményez a gyermekünkben a házasságról és a házas életről. Mindezt úgy, hogy megelőzze minden hazug ideológiát, ami a mai kort uralja. Nagyon nehéz kérdés ez. Mert legtöbben úgy oldják meg, hogy nem beszélnek semmit. Azonban szerintem ezt kicsikorban már el kell kezdeni. Ebből a szempontból hálás vagyok, mert nekem apám ellen foglalkozott kicsikorom óta. Ahogy nő egy gyerek, egyszer megmutatjuk neki, hogy a lány miért lány, a fiú miért fiú. És ösztönösen is van már bennük elhatárolódás, szégyenérzet, tehát egy csomó minden működik, csak azt nekünk művelni kell, gazdozni kell, tanítani kell, és olyan meséket, ahol például fordított szerepek vannak, vagy ilyesmi, azokkal vigyázni kell, azokat szerintem kerülni kell, vagy meg kell magyarázni. Úgy gondolom, a szülőknek nagyon nagy pozitív szerepe lehet abban, hogy türelmesen ezeket a dolgokat megbeszéljük. Azon a szinten, amit ő megért. Csak a szülő tudja ezt pontosan bemérni, hogy az én gyermekem most milyen szinten van. Ezt nem se tanár, se tévé, se senki nem tudja pótolni. Ezért most nagyon fontos az internethez való hozzáférés korlátozása is szerintem egy gyereknél, mert ő még lehet, hogy nincs felkészülve, mégis olyan területekre tud tévedni, ami számára káros. De úgy gondolom, hogy minden korban meg lehet mondani, ahogy nő és az érdeklődési köre, mire vigyázom, mire nem, mi a különbség, és akkor, ahogy nő 10 éves körül nyilván a lányokkal már el lehet beszélgetni, aztán a fiúkkal is kicsit később, de velük is meg lehet beszélni. Van egy beszélgetés, amit a barátkozás körül kell már megbeszélni, majd az ejezés körül is kell beszélni, majd az esküvő körül is, és akkor úgy nagyjából otthon vagyunk. Utolsó kérdésként, mit tanácsolnál a fiataloknak a jövővel kapcsolatban? Hát azt gondolom, hogy most az egyik legnagyobb javaslatom, ha lehet az, hogy ebben a gonosz világban, ami körbevesz bennünket, ha lehet így mondani, az első, hogy a baráti körüket válasszák meg nagyon. Ahogy igényesek ma a fiatalok az öltözködésre, és ezt én díjazom, én nagyon díjazom, hogy nagyon sok fiatal ma nagyon szépen szeret öltözni. Szerintem ez egy jó dolog. Én ezt értékelem. Pozitív értékelésem. Nem annyira értékelem, nem számomra
az nem egy erény, amikor valaki elhagyja magát. De miért lenne, hogyha pontosan ilyen igényesek lennénk abba is, hogy kikkel vesszük magunkat körül? Például, aki azt mondja a Biblia, hogy ne társalogjatok azzal, aki atya filétére parázna, részeges, rágalmazó, vagy szidalmazó, ragadozó, vagy szidalmazó. Ezt a Biblia nem udvariasságból mondja, ez egy konkrét útmutatás, hogy milyen emberekkel érdemes nekem baráti kört építeni. Nem a világról van itt szó, hiszen a kollégáimat nem fogom megítélni. Az úton találkozó emberekkel nem kell foglalkoznom, nem az én dolgom. De a baráti körömet, azt válogatom. És amilyen ma a baráti köröd, olyan lesz a jövőd. Ez az én megfigyelésem. Ez az nem állítom, mint kijelentés, de ez egy eléggé működő megfigyelés. Ez az egyik. A másik, amit javasolok mindenkinek, hogy az Istennel való kapcsolatot személyesen csekkolja le. Miért hiszek? Hogy állok? Hogy nem állok? Mert ugye a közönséggel együtt lehet menni. Mikor mindenki megy a gyülekezetbe, én is megyek, énekelek, én is énekelek, mindent, ennél sokkal többről van szó. Személyesen tudom, hogy az én nevem fel van írva az élet könyvében, tudom, hogy Isten nem haragszik rám, minden hülyeséget, amit csináltam, megbocsátotta, új életem van. Tehát fontos az Úrral való kapcsolat, de fontos az emberekkel való kapcsolat. Harmadik dolog, amit tudnék javasolni, az, hogy nagyon keményen oda kéne állni a tanulás és a képzéssel. Tudom és látom, hogy van egy olyan irányzat, hogy hát Bill Gates is otthagyta az egyetemet, mi a csodának kell ennyit tanulni. Ezt látom, ez egy folyamat, mert ez egy könnyebb út. Csak azt tapasztaltam, hogy azért, mert nagyon sokan ebben a szempontból követték Bill Gates-et, a következő lépésben már nem tudták követni, nem ők lettek a világ leggazdagabb emberei. Tehát azért az életminőségünk, hogy hogyan lesz, az attól is függ, hogy most, amikor a vetés ideje van, tehát tanulni kell, képezni magunkat, mennyire képezzük magunkat. És én olyan értékelem például az orvosokat. Az orvosok folyamatosan tanulnak. Ismerek olyan orvost, aki valahol 50 és 60 közötti, és rendszeresen a világ másik helyre elutazik, csak azért, mert az ő szakmájában van egy konferencia, ott akar lenni, konzultál, élőbe műtenek, vagy interneten kapcsolódnak, hogy ők is láthassák, tanuljanak. Aki nagyon nagyot akar, annak egész életében tanulni kell. Jól mondják, hogy a jó pap holtig tanul. Szerintem nem csak a papra igaz ez. Ez mindenkinek nagyon kell képezzük magunkat, tanuljunk. A kapcsolatépítése, az önképzésre tegyünk többek, több jobb emberek, műveljük a lelkünket, műveljük a testünket, műveljük magunkat, és akkor azt gondolom, hogy ha megtesszük a mi dolgunkat, Isten megteszi az övét. Sándor, nagyon hasznos tanácsokkal láttad el a nézőket is, és engem is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a lehetőséget. És a nézőknek is köszönjük, hogy velünk tartottak, és ha még nem tették, iratkozzanak fel, hogy nehogy lemaradjanak izgalmasabb adásainkról. Köszönjük szépen a figyelmet!